Ballagás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradó külön kiadását, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 31-én 18 óra 5 perckor. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium három végzős osztálya megtartotta a ballagási ünnepségét. Az iskolában zárt körűen vettek búcsút a diákok az Alma Mátertől, majd a református templomban tartott ünnepségen már szüleik is jelen lehettek. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes ige hirdetésével kezdődött a rendhagyó ballagási ünnepség. Kedves ballagó diákjai! A középiskolai korszakotok lezárásának az idején egy olyan bibliai igét választottam, ami éppen ellenkezőleg a folytatásról, valaminek a tovább haladásáról szól. Ez a példa beszédek könyve egy szülő és gyermeke kapcsolatáról szól. Az az inszkripciója, felirata másképpen, hogy Salamon király beszéde fiához. Mi még a nevét is tudjuk ennek a fiúnak, ennek a hercegnek, úgy hívták, hogy Roboám, ami azt jelenti magyar nyelvre lefordítva, hogy aki nagyját teheti a népet. A magyar irodalom történetben is van hasonló, amikor egy másik király, egy másik hercegnek írt, így emlékezhetünk rá, kár, hogy ez nem volt a magyar érettségiben, Szent István király intelmei Imre hercegezze. Ki tudja, még jól jöhet. Ugyanez a szándék, ugyanez az intenció, hogy egy szülő a nagy feladat előtt álló gyermeknek, akinek tehát első lenne most az a feladat, hogy nagyját tegye a népet, amelyről vétetett, elmondja az alapvető ismérveket. Tehát a példabeszédek könyvét itt tessék olvasni. Nem véletlen, hogy Salamon az, aki elmondja a tanítást, az a király, akinek a neve alatt áll, mindenki fölkapja a fejét, és olyan az a bölcs király, akinek az idejében olyan nagy volt az az ország. De ti egy kicsit közelebb vagytok talán, és aki a jelenlévők között látott már Bibliát felülről is, az tudja, hogy a Roboám névre nem úgy szoktuk fölkapni a fejünket, hogy egyre jó gyerek volt. Mert Salamon éppen ellenkezőleg, mint várta, olyan gyereket, olyan herceget állított, ültetett végül a trónra, aki a neve ellentétét csinálta, nemhogy nagyjá lett volna a nép, hanem Roboám volna az, aki miatt polgárháború lett, aki miatt elindult a bukás felé az ország. Tehát még egyszer, szól Salamon Roboámhoz, azt mondja, kedves fiam, most sok mindent megtanultál, sok mindent megértettél, sok minden most már világos előtte. Így működik egy ország. Ha ezeket fogod tenni, és szépen elkezdi sorolni itt a harmadik részben, fiam, ne felejtsd el, őrizze a parancsokat a szíved. A hűség és a szeretet ne hagyjon el. Kösd azokat a nyakadba, legyenek szemed előtt, hogy tudnélik Isten és a nép akkor fog kedvelni, hogyha mindazokat, amiket Dávid nagyapáttal, én, Salamon király, megtettünk a népért, megépítettük a fővárost, megépítettük a templomot, bevezettük az Isten tiszteletet, meg fog maradni az ország. Nagyjá lesz az ország.
Az a baj, hogy ez nyílegyenesen elrobban a fülem ellen. És amikor a hercegből király lesz, egy másik bibliai helyen, az első Korint első királyok könyvében, a 12. rész 8. versében ezt olvas. De ő nem fogadta meg a tanácsot, amit neki adtak, hanem azokkal tanácskodott, akik vele nőttek föl, akik az ő szolgálatában álltak. Értitek? Azt mondja Salamon, nevesd meg azt, amit évtizedeken, generációkon keresztül összegyűjtöttünk tudás, bölcsesség. Nevesd meg, ne csinálj úgy, hogy lejön a redőt, és mindennek vége, amikor te leszel a király. Ehhez képest mondta, az történt. Amikor megtörtént, király lehetett, vége volt minden kapcsolata múltal. Bele is tört a kicska. Tönkre is ment az ország. Mindezt miért mondtam el? Azért, kedves barlangú diákok, mert bebizonyosodott a mi iskolánk eddigi működése alapján, hogy ti arra vagytok predestinálva, ez egy szakmai műszó, azt jelenti, hogy eleve elrendelve, hogy nagyját tegyétek a népet, amelyből vétettetek. Mert olyan iskolába jártok, még a vizsgák miatt, de egyébként most már a mai nappal elballagott diákoknak tekintünk, aminek pontosan ez a legfőbb feladata, hogy olyan kibűvelt főket adjon ennek az országnak, hogy nagyját legyen a nép. Mint ahogyan tette egyébként Uszkve 345 éve. Nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes ige hirdetése után a végzősök nevében Varga Petra mondott beszédet. Az ember élete során teljesen természetesen, előre meghatározott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el olyan események, amelyek életének felejthetetlen állomásai. Néhány héttel ezelőtt még azt gondoltuk, egy ilyen jelentős alkalmat nekünk nehéz helyzetben voltunk. Úgy indultunk neki az érettségi időszaknak, hogy nem búcsúzhattunk el tanárainktól, diáktársainktól, az iskolától, de még egymásról sem. Nem beszélve arról, hogy az utóbbi két tanév nagy részét otthonról, az interneten keresztül végezzük el. A kialakult helyzet szokatlan volt nem csak számunkra, de tanáraink számára. A találkozás hiánya rengeteg emlékezetes pillanattól fosztott meg bennünket. Hiányoztak a barátok, a jó hangulatú tanórák, a számtalan nevetés, de olykor még a korán fel is, a dolgozatok és felelések előtt átvisztó szünetek is. Minden esetre hálás vagyok azért, hogy ha bár nem a tervezett időpontban, most végzős diáktársaim nevében ünnepélyes keretek között is köszönetet mondhatok az elmúlt 4 évért. Szinte hihetetlen, hogy milyen gyorsan véget ért az a időszak. Az életünknek azon szakaszához érkeztünk, amikor is egyik napra a másikra hirtelen belecsöppenünk a nagyfetős életbe. Kedves itt maradó diáktársaim, elsősorban hozzátok szólok. Köszönjük, hogy a kedvünkért ma felvészítettük a terményet és a támogatot. Tudom, számotokra is kihívást jelentettek az elmúlt hónapok, de bízom benne, hogy a későbbiekben nektek már nem kell elszenvednetek a jelenlegi oktatás hiányát, és hogy a megszokott módon zajlanak majd minden napjaitok. További tanulmányaitokhoz sok sikert kívánok! A nevelőtestület nevében dr. Pintér Zoltán Árpád, a 12. B osztály osztályfőnöke az alábbi útravalót adta tanítványainak. Kedves vallagú diákok, az életben való utazás jövendőtöknek a órája.
önálló életetek kapujában 18 évesen egy nagy út elején álltok, egy útén, amely ahhoz hasonló, amit szüleitek, tanáraitok és az emberiség nagy kollektív egészen jár és jár be. De mégsem teljesen ugyanaz, hisz mindannyian egyedülségen haladunk előre. Az emberi civilizáció legrégebbi hősei még nagy utazók voltak. Gilgames, az istenekkel dacoló Odysseus, Éneász vagy a vakmerő nagysámkor. Épp úgy ugrott a fejest az ismeretlenbe, mint a mesebéli Szimbál vagy Harun Ar-Rasíd. Számos felfedezni való misztikum áll előttetek, ahogy egykor Magellán, hogy az angol betegként ismert Almási László előtt. Az úton majd meg kell vívjátok jogos küzdelmeiteket, ahogy megvívt a zsandár, és vágyaitok szárnyán épp oly messzire juthatok, mint Amelia Earhart. Kedves végzőseim! Ez sok régmúlt személyiség mind utazók voltak, akik vágytak a távol idegenség után, célokkal, tervekkel vágtak neki az ismeretlennek, ábrándjai és a kalandvágy kísérte őket. Éppen úgy, ahogy benneteket is. Búcsúzó osztályfőnökeitek, Kisari Katalin és Bozsó Török Tíme a tanárnő, Pintér Zoltán tanárnő, az osztálykirándulások, élményprogramok emlékezetét felidézve, túlságosan is jól tudja, kalandvágyból bennetek sincs hiány, és a távoli idegenség sem taszít, hanem nagyon is vonz benneteket. Nem is gondolnátok, hogy a végzett diákok vallagásának valójában milyen sok köze van az útrakeléshez. A középkorban, koraunkorban általános szokás volt, hogy a honi iskolákat kiárt, végzett diákok még egy külföldi univerzitásra is elmentek tanulni. Őket a közösség vándormoddal és útitalizmjával szerelte fel, majd a barátok, hozzátartozók és ismerősök egész serege kísérte ki az Alma Mater kapujától a város határáig őket. Később ez szokás szimbolikussá vált, ennek a kísérésnek, ennek a búcsúztató vallagásnak ezernyi alapja, hol tréfás, hol komoly hagyománya terjedt el világszerte. Manapság a legtöbben már nem külföldi vándorútra keltek, hanem az Alma Mater védőfalait elhagyva az élet univerzitásába léptek be. De valami az évszázadok alatt sem változott, ahogy a beszédem elején is mondtam, az életben való utazás jövendőtöknek a foglalja. A mai nap rólatok szól, ahogy tanáraitok, osztályfőnökeitek számára az elmúlt 4 év rengeteg felejthetetlen pillanata is rólatok szól. Mindannyitokhoz kötünk történeteket, élményeket, amelyek ma még melevenek, és az elvárás árnyékában sajtóak. A múltat ismerő, de a jövőbe tekintő emberként tudom, a hozzátok társított érzések, emlékek nem múlnak el, ahogy a már elvallagott öreg diákok arcát felidézve, és számos anekdota és szép emlék merül fel elmében. Én azt hiszem, bármelyik kollégám nevében szólok, amikor azt mondom, ha rátok nézek, magamat és az együtt eltöltött 4 évet látom. A beszédek után díjakat adott át nagy tiszteletű Koncz Tibor esperes és Tóth Barna iskolaigazgató. A karcagi református egyházközség Greskú Regina 12. B osztályos diák továbbtanulását 60 ezer forinttal támogatta. A karcagi Nagykun Református Gimnázium és egészségügyi szakgimnázium fenntartója díjat alapított, amellyel legkiválóbb tanulóinak eredményes tanulmányi és sporttevékenységét ismeri el. Karcagi református középiskoláért díjat vett át Demeter Maja és Hodos Imre 12. B, Ferenci József, Józsa Szabolcs, Pataki Máté és Varga Petra 12. C osztályos tanulók. A dr. Hajdú Moharos József földrajzi tanulmányi díjat az idei esztendőben Budai István Bendegúz 12. C osztályos tanuló érdemelte ki, földrajz tantárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért.
a Varga József Nyelvtanulás Alapítvány, az iskola legjobb nyelvtanulója díját. Varga Petra 12. C-osztályos tanuló érdemelte ki, az angol és az orosz nyelv tanulása terén mutatott kiemelkedő teljesítményéért, verseny eredményeiért, valamint a mindkét nyelvből megszerzett középfokú komplex nyelvvizsgáiért. A díja járó oklevél és a 15 000 forintos pénzjutalmat Zelenák Erika, a Varga József Nyelvtanulás Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át. A kiváló tanulmányi munkáért díjakat kapott a 12. B-osztályból Pap Gréta és Bézi Bianca Judit, a 12. C-osztályból Kardos Viktória, Teleki Zalán és Tóth Anna Herrietta. Kiemelkedő verseny eredményekért járó díjakat vettek át a 12. B-osztályból Csíti Máté Levente, a 12. C-osztályból Budai István Bendegúz, Demeter Nóra, Dúzs Enikő Anna Mária, Ferenc Reif Dániel és Kis Gergő. Kiváló közösségi munkáért és hitéleti tevékenységért járó díjat kapott a 12. B-osztályból Federics Fruzsina, Greskú Regina és Balaskó Ádám, a 12. C-osztályból Hunyadi Henrietta. Kiváló sportmunkáért járó díjat vett át a 12. C-osztályból Ekine Fine Laura és Méhes Mónika. A 4 éven át végzett példamutató tanulmányi munkáért és kulturális tevékenységért könyvjutalomban részesült Veres Angelika, 12. D-osztályos tanuló. A díjak átadása után zászló átadás következett, és ezzel véget ért a ballagási istentisztelet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcagi Média Centrum applikációt az App Store vagy a Google Play áruházakból. Viszontlátásra!